nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Varga Judit Dombováron lakossági fórumot tartott az igazságügyi miniszter. Választás 2022, három szavazólapon adhatjuk le a voksainkat április 3-án. Lakossági fórum Pakson, a fiatalok helyben tartása az egyik cél. Adózás, közeledik a befizetés időpontja. A 2022. április 3-ai választásoknak minden eddiginél nagyobb lesz a tétje, hangzott el azon a lakossági fórumon Dombováron, ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Varga Judit igazságügyi miniszterrel beszélgetett. A miniszter asszony hangsúlyozta, hogy a kormánynak fontos, hogy az országot tovább lendítsék a már megkezdett úton. A választás alkalmával döntenünk kell a rezsicsökkentés és az energiaárak emelése, vagy éppen a magyar családok és vállalkozások támogatása és az ország kiárusítása között. Lakossági fórum várta az érdeklődőket Dombóváron, ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője beszélgetett Varga Judit igazságügyi miniszterrel. Központi témaként azokról a kormányzati eredményekről esett szó, amelyek nem csak Tolna megye, hanem egész Magyarország fejlődését lehetővé tették. Varga Judit azt mondta, örömteli látni, hogy az országjárás lakossági fórumain egyre többen vesznek részt. Fantasztikus élmény azt látni, hogy hogyan épül és szépül az országunk, hogyan valósulnak meg a fejlesztések, legyenek akár kicsi falvak vagy nagyvárosok, úgyhogy ez egy nagyon hálás feladat, és természetesen általában a helyi képviselőjelölt segítségével egy ilyen interjú keretében szoktunk beszélgetni a polgárokkal. Az orosz-ukrán háború mellett nem lehet szó nélkül elmenni, mondta az igazságügyi tárca vezetője, aki kitért arra is, hogy Magyarország humanitárius segítségnyújtás terén mindent megtesz annak érdekében, hogy a nélkülözőket segítse. Történelmi méretű segélycsomagokat juttattunk el Kárpátaljára és Ukrajnába, illetve bárki, aki Ukrajnából menekül, az Magyarországon segítséget kap, segítséget talál, legyen az akár a menedékkérelmek benyújtása, vagy akár csak anyagi vagy egyéb szállásbeli segítségnyújtás. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy az április 3-ai választások tétje az lesz, Magyarországon folytatódnak-e az elmúlt években megkezdett népjóléti intézkedések. Fontos kérdésekről döntünk, ezért mindenkire szükség van, tehát kérek mindenkit, hogy menjenek el, vegyünk részt a szavazáson, vegyünk részt az országgyűlési választásokon, és természetesen azért, hogy az eredményeinket meg tudjuk őrizni, és ne hátra menjünk, hanem előre, ezért a Fidesz-KDNP-t válasszák, szavazzanak a Fidesz-KDNP-re, és támogassák azt a nemzet egyesítő munkát, amit az elmúlt években, az elmúlt 12 évben végeztünk. Potápi Árpád János azt hangsúlyozta, fontos, hogy április 3-án minél többen elmenjenek voksolni. Novák Katalin Magyarország új köztársasági elnöke, miután az érvényes és eredményes szavazáson 137 voksot kapott a kormánypártok köztársasági elnök jelöltjeként. A szavazáson 195 képviselő vett részt, összesen 193 szavazatot adtak le, ezekből 5 érvénytelen, 188 érvényes volt. A korábbi családokért felelős tárca nélküli miniszter 137, Róna Péter 51 szavazatot kapott. Novák Katalin ezzel Magyarország történetének első női államfője lett, és egyben a legfiatalabb köztársasági elnök is. A megválasztását követően arról beszélt, a magyarok békét akarnak, ő pedig elnökként a békesség embere akar lenni. Novák Katalin május 10-én lép hivatalba. Három szavazólapon adhatjuk le a voksainkat az április 3-ai választásokkor. Külön nyomtatványa lesz az egyéni választókerületi jelölteknek és az országos párt vagy nemzetiségi listának is. Ezek mellett a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazásra is ezen a napon kerül sor, vagyis a fülkékben ennek a kérdéseire is válaszolhatnak a voksolók. Szekszárdon és Tolna megye 1-es számú választókerületében 6-an indulhatnak az országgyűlési képviselőségért.
Szekszárdon ugyanúgy, mint az előző országgyűlési választáskor, most is 39 szavazókörben lehet majd voksolni április 3-án. A Tolnai megyeszéken körülbelül 25 ezeren szerepelnek idén a névjegyzékben. Ők reggel 6 és délután 6 óra között járulhatnak az urnák elé. Szükség van egy fényképes igazolványra, személyigazolvány, jogosítvány vagy útlevél, valamint ezen kívül még a lakcímkártyára is, hogy a személyi számunk is meglegyen. Voksolni ezúttal is egy függönnyel elválasztott fülkében lehet, miután a választók igazolták a személyazonosságukat. Fontos, hogy a lapon a jelölt neve mellett két egymás metsző vonalnak kell szerepelni, a voksolás így lesz érvényes. A Tolnai megyeszéken 9-en vettek fel a jelöltállításhoz szükséges ajánlóíveket. Valamennyien vissza is vitték határidőre, azonban 3-an nem gyűjtöttek össze elég voksot, így a napokban véglegesített egyéni szavazólapokra 6-an kerültek fel, a sorrend sorsolás alapján dőlt el. Az egyéni jelöltek esetében 6 személy közül tud választani a szavazó. Ezen kívül még kap egy pártlistát, vagy egy nemzetiségi listát, attól függ, hogy nemzetiségnek vallja magát, vagy sem, valamint még ezen kívül a Szabadon Szemlélő Bizottságtól kapni fog egy népszavazásos szavazólapot is, ha kéri. Ha valakinek ideiglenes lakcíme van, akkor az állandó tartózkodási helyének választási irodáján előzetesen jeleznie kell, hogy hol akar majd voksolni. Az idei választásokon tehát mindenki 3 szavazólapon adhatja le voksait április 3-án. Ezek közül egy a gyermekvédelmi népszavazás lesz. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint egyébként Magyarországon valamivel több, mint 8.221.000-re járulhatnak az urnák elé. Nem kell aggódni, lesz elég üzemanyag, mondta Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Hangsúlyozta, nincs ellátási probléma, a fennakadásokat többnyire csak logisztikai gondok okozzák. Majd azt is hozzátette, az esetleges hiányba szerepet játszik az is, hogy a Magyarországon maximalizált üzemanyagárakat azok a kamionosok is kihasználják, akik átutazóban vannak az országban. Úgy időzítenek, hogy az európai árakhoz képest jóval kedvezőbben tölthessék fel tartályaikat, valamint a határhoz közeli kutakon pedig elindult az üzemanyagturizmus is, hiszen Szlovákiában már a hét elején 608, Ausztriában pedig 638 forintnak megfelelő euróért lehetett tankolni a benzinliterét. A gázolaj literára az osztrákoknál pedig már több, mint másfél euró volt, ami közel 650 forint. Hernádi hozzátette, hétvégére rendeződik a helyzet, így nem érdemes sorba állni most, érdemes megvárni a tankolással a kamionstoppot. 2377 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.812.294 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 54 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 44.603-ra emelkedett. 2499 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 117-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltottak száma is folyamatosan emelkedik. Tolna megyében 54 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta 38.527-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Különleges meglepetéssel készül csatornánk az ünnepi hosszú hétvégére. Március 12-től ugyanis a Tolnatej Televízió 24 órás műsorrendre áll át. Ez azt jelenti, hogy nézőinknek még több lehetősége lesz, hogy pontos, hiteles és naprakész információkat kapjanak a Dél-Dunántúl legnagyobb médiaszolgáltatójától. Munkatársaink már hetek óta dolgoznak a régóta tervezett átálláson. Az ünnepi hosszú hétvége első napjától, vagyis március 12-től a Tolnatej Televízió napi műsorkínálata ugyanis gyökeresen megújul. Nézőink igényeit felmérve és azokat maximálisan szem előtt tartva, haladva 21. század követelményeivel kivezetjük a csatornánkon eddig látható képújságot, és helyette a nap 24 órájában saját gyártású és partnereink által készített riportokat és műsorokat sugárzunk majd. A célunk továbbra sem változik. A jövőben is küldetésként tekintünk arra, hogy a Dél-Dunántúli régió legnagyobb elérésű média szolgáltatójaként nézőink naprakész, friss, pontos és hiteles információkat kapjanak tőlünk az őket érintő gazdasági, kulturális, közéleti, politikai, valamint sporteseményekről.
Szekszárd megyei jogú város idén is elismerésben részesítette azokat... Megújulásunk ezzel még korán sem ér véget, hamarosan ugyanis több tematikus, idehaza újszerű műsort is indítunk, és ezzel együtt rövid időn belül már az interneten is követhető lesz valós időben a műsorunk. Érdemes lesz tehát az általunk gyártott tartalmakat továbbra is követni, április 12-től már akár a nap 24 órájában. Pakson az Erzsébet nagy szálloda nagy termében lakossági fórumot tartott Süli János Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki a fórum előtt tartott sajtótájékoztatón kiemelte, térségi és regionális szinten a munkahelyek számának a növekedése, a fiatalok itt tartása a cél. Pakson többek között sportközpont létrehozásán és Diák-sziget megvalósításán dolgoznak. A tájékoztatón vendégként részt vett Széles András, a Tolna megyei közgyűlés területfejlesztési és koordinációs bizottság elnöke, és Szabó Péter, Paks polgármestere is. Nem lett ennek a háborúnak az áldozata. Tolna megye 3-as számú választókerületének településeit járva a kampány 33. lakossági fórumát Pakson tartotta Süli János, aki az ukrán-orosz háború kapcsán elmondta, semmilyen hatályos intézkedés nincs, ami negatívan érinteni az erőmű működését, építését. Amerikai atomerőműzemeltetők is kérik, hogy a nukleáris ipar legyen kivonva a szankciós ügyekből, szóval nagy részt a dúsított urán beszerzését az orosz piacról végzik. Európában az atomerőművek a bolgár, a szlovák, a cseh, az ukrán is, de a finn is, a magyar is, az orosz üzemanyaggal üzemel. A térségfejlesztéssel kapcsolatban a tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, az elmúlt években kormányzati forrásokból mintegy 12 milliárd forint érkezett a választókerületbe és Paksra. Ezt a munkát a jövőben is folytatni szeretnék. A következő 4 évben is a térségi és regionális munkahelyteremtés mellett Pakson sportközpont létrehozásán a fiatalok helyben tartása érdekében a konzerv gyár épületeit felhasználva Diák-sziget megvalósításán dolgoznának. Már az első dolgozatokat a város átalakításával kapcsolatban, még mikor polgármester voltam, akkor elkészítettük, mind az óváros rekonstrukciót, polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, a rozsda övezet, a konzervgyár területének fejlesztése elképzelését beleértve a Dunapart. Lakossági kérdésekre válaszolva Süli János elmondta, az elektromobilitás terén az egész országban fejlesztenének. Ebben a folyamatban Paks mintaként szolgálna. A térség útjainak fejlesztését, melyek a falvak ott tartó erejéhez is hozzájárultak, folytatni szeretnék akár csak a Magyar Falu programot. Széles András, a Tolna megyei közgyűlés fejlesztési és koordinációs bizottságának elnöke azt is kihangsúlyozta, hogy az elmúlt hetekben számukra is meglepő módon rengetegen megjelentek a lakossági fórumaikon. Nagyon sok érdeklődő mellett végre látta az ember a teljes arcot és a reakciókat, hiszen akkor le tudtam érni, hogy ennek a lakossági fórumnak a célja az teljesült-e. És azt hiszem igen, mert ugye 26-25 nap múlva választás lesz, és azért a külső és a nemzetközi körülményeket is figyelembe véve igen komoly a választást létje. Magyar kezdeményezésre 2006 óta minden év március 2. csütörtöke a Vese világnapja. Ebben az évben a világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy bővítsük tudásunkat veséink egészségének megőrzése érdekében. A téma aktualitását fokozza, hogy a koronavírus világjárvány sok egyéb más mellett a krónikus vesebetegség megfelelő kezelését is negatívan befolyásolta. Csökkent a betegség felismerésének gyakorisága, így a krónikus vesebetegek előre haladottabb stádiumba kerülnek nefrológushoz. Mindenkinek érdemes odafigyelnie, hiszen a felismerés az első lépés ahhoz, hogy ne történjen nagyobb baj. Leszorított, majd meg is ütött egy 82 éves biciklivel közlekedő férfit egy autós iregszemcsén. Az eset az elmúlt hétvégén történt, a két férfi egy közlekedési szituáció miatt veszett össze. A 42 éves autós sérelmezte az idős férfi által mondottakat, ezért utána ment, majd leszorította az útról. Ezt követően tovább vitatkoztak, és az autó vezetője elmondása szerint hirtelen felindulásból arcon ütötte a 82 éves kerékpárost, aki elvesztette az eszméletét, őt a mentők kórházba is szállították.
Az eset körülményeit a Tamási rendőrkapitányságon vizsgálják, a férfit ezt követően elő is állították, és gyanúsítottként hallgatták ki könnyű testi sértés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Emellett a kerékpáros sérelmére elkövetett közlekedési bűncselekmény miatt közúti veszélyeztetés miatt is eljárást indítottak vele szemben. Március 16-án kell a helyi adók első részletét megfizetni. Szekszárdon az adómorál megfelelőnek mondható. Az adók 85%-a rendben befolyik, hangzott el a polgármesteri hivatal sajtótájékoztatóján. Az idei esztendőben az ukrán helyzet hatására az adózás rendjében egyetlen változást vezettek be. A 2022-es évi szekszárdi költségvetésben közel 2 milliárd forinttal szerepelnek a helyi adók, melynek befizetési kötelezettségének első időpontja közeleg, hiszen a dátum március 16-a, amikor az első félévi adót, illetve az előlegeket kell elróni. Kovács Lászlóné, a szekszárdi polgármesteri hivatal adóosztályának vezetője azt mondja, elégedettek lehetnek a város adómoráljával. Az adózóknak a körülbelül 85%-a határidőre teljesíti a fizetési kötelezettségét. A fennmaradó kis hányad fizetési, könnyítési kérelmet nyújt be, illetve van egy kis réteg, amely esetében végrehajtási eljárásokat kell lefolytatnunk. Alapvetően nincs változás az adózási rendben, az adófizetést ugyanúgy, mint eddig, két részletben kell teljesíteni. A tavaszi dátumot követően a következő részlet szeptember 15-én lesz hatályos. Az ukrán háború hatására egyetlen változás állt be. Napokban jelent meg a kormányrendelet, amely idegenforgalmi adó esetében tartalmaz változást, kimondottan az ukrán állampolgárságú menekültekre, illetve menekült státuszú polgárokra vonatkozik. Nekik a szálláshely igénybevétele esetén nem kell idegenforgalmi adót fizetniük, tehát a szálláshely üzemeltetőinek nem kell beszedni az adót, bevallani, illetve befizetni sem. Az adó megfizetés terhe Szekszárdon a magánszemélyekre és a vállalkozásokra egyaránt vonatkozik. Építményadót, telekadót, illetve a vállalkozások ipadűzési adóját kell megfizetni. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Az év női példaképe Baranyában Boni Tünde független bábát választották a szavazók. Ipari parkot alakítanak ki Kozármislenyben, kormányhatározat segíti a helyi gazdaságot. A 4 fokos Balatonban úszott szombaton Fonyódra látogatott Sirilla György. Több ezer közönség szavazat érkezett az idei Évnői példaképe Baranyában című pályázat döntőseire. 6 baranyai hölgy közül végül Bóni Tünde független bába került ki győztesen. A megmérettetés célja, hogy felhívják a figyelmet azokra a nőkre, akik a munkájukban és a családi életben is egyaránt helytállnak. 532 szavazattal Bóni Tünde lett az Évnői példaképe Baranyában. Az Évnői példaképét köszöntötték a pécsi civil közösségek házában. 2022-ben Bóni Tünde független bába szülésfelkészítő nyerte el a címet. Azt mondja, nem is gondolta volna, hogy ő részesül ebben a kitüntetésben. Én ezt nem személyes sikernek élem most meg, hanem már amikor elindult a pályázat, azt gondoltam, hogy egy nagyszerű lehetőség, hogy egy maroknyi szakmai társammal, akik független bábaként vagyunk így definiálva a társadalomban, kapunk egy rövid kis lehetőséget kikerülni az árnyékból. Idén egyébként már 4. alkalommal rendezték meg a versenyt, melynek célja, hogy olyan hétköznapi nőkre hívják fel a figyelmet, akik a munkában és a családi életben is helytállnak, illetve megosztják a közönséggel, hogyan tudják összeegyeztetni a különböző szerepeiket. Idén 27 pályamű érkezett, ebből a zsűri 6-ot jutatott a döntőbe. Nagyon színes volt a paletta, hiszen pszichológus, szülésznő, egyesületi vezető, még virtuális asszisztens is volt a jelöltjeink között. Ami talán mindannyiukban közös volt, az, hogy valamilyen formában a segítő tevékenység jellemzi az ő hivatásukat. A díjátadót március 8-án nőnapon tartották. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke az eseményen hangsúlyozta, ahhoz, hogy egy társadalom egészséges legyen és családjaink gyarapodjanak, elengedhetetlen a hölgyek szerepvállalása. Ez a díjátadó arra is egy jó alkalmat teremt, és a nőnap is erre alkalmat teremt,
hogy megköszönjük a hölgyeknek a helytállását, hiszen két kisgyermekes apukaként is tudom azt, hogy otthon a családanyák sokszor kevesebb figyelmet kapnak, mégis egy-egy család nem működne olyan gördülékenyen, hogyha minden sikeres férfi mellett nem állna egy hölgy. A február 25-től március 3-áig tartó közönségszavazáson több ezren voksoltak a döntősökre. Idén először pedig nem csak Baranyában, hanem Somogy és Bács-Kiskun megyében is meghirdették a pályázatot. A szervező IMAMI Egyesület célja, hogy idővel az egész országban elterjedjen az év női példaképének megválasztása. Ipari parkot alakíthat ki Kozár Misleny. Ehhez kormányhatározatra volt szükség, mivel a baranyai kisvárosnak nincsenek régi ipari területei, amiket átalakíthatna a gazdasági elvárásoknak. Ezért termőterületet kell átminősíteni, amit csak kormányzati jóváhagyással tehetnek meg. A Kozár Mislenyi igényekről a Napokban döntöttek Budapesten. Ez az a kormányhatározat, ami engedélyezi, hogy a termőföldből ipari területet alakítsanak ki a kozármislényiek. A baranyai kisváros célja, hogy termelő cégek telepedjenek le közigazgatási területén. Azonban ehhez hiányoznak a múltból örökölt, modernizálható ipari területek a településen. Nem rendelkezik barnamezős területekkel, nem rendelkezik lepusztult ipari területekkel, mint általában más városok, ezért csak mezőgazdasági, zöldmezős területekhez tudunk hozzányúlni, annak érdekében, hogy termelő vállalkozások erősítsék a várost, hiszen a város lakosságszáma megduplázódott, és ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható legyen az a település, a közműveket finanszírozni lehessen, a közszolgáltatásokat, kellenek olyan adófizető termelő vállalkozások, mint minden egészséges városban. A termőföldeket azonban nem lehet csak úgy ipari területté nyilvánítani, kivonni a mezőgazdasági termelésből. Ehhez a kormányzat döntésére volt szükség, mondja a terület országgyűlési képviselője. Egy 2,5 hektáros helyrezi számú területet a kormány határozatban mondta ki a tegnap. És a mai magyar közönyben meg is jelent, hogy ezt átminősítheti a város ipari fejlesztési területté, és ide egy akár több ezer négyzetméteres ipari csarnok építhető. A lokációja kiváló, hiszen az M6-os autópálya déli oldalán helyezkedik el, aszfaltos út mellett, a közműveket még oda kell persze vinni, tehát fejlesztés alá kell helyezni a területet. A közművek kialakítását még idén elkezdi az önkormányzat. Még 2016-ban vásároltak termőföldeket itt, a várostól délre. Ebből minősítettek most át 2,5 hektárt. Erre már két komoly érdeklődő cég bejelentkezett, akik innen látnák el külföldi piacaikat termékeikkel. A 4 fokos Balatonban úszott szombaton Sirilla György, aki kicsit melegnek találta a magyar tenger hőmérsékletét. A rozmár újabb csobbanására több százan voltak kíváncsiak Fonyódon, ahol egy különleges télbúcsúztató programot tartottak. A városban egyre több a főszezonon kívüli esemény, amelyre nem csak a helyiek és a környékbeliek, hanem a nyaraló tulajdonosok is kilátogatnak. Magushoz számoljatok hármat, így bemerülök akkor! 1, 2, 3! Szombat délután több százan biztatták Sirilla Györgyöt, aki ezúttal a Balatonban mártózott meg Fonyódnál. A nézőket elbűvölte a sportember teljesítménye. Én egyébként is nagyon szeretem az úszást. Én azt is láttam, amikor Pesten a Jegesunát úszta át. Sirilla György tavaly decemberben a Jeges-Dunát úszta át, így a 4 fokos Balaton szinte melegnek érezte. Ennek ellenére nem ajánlja a márciusi csobbanást. Megmondom őszintén, még tegnap is edzettem Budapesten, úsztam a római parton, egy 8-10 percet voltam a Dunába, fölfelé úsztam, mert így csak úgy tudok bemenni örömmel a Balatonba, vagy bármilyen vízbe, hogyha van mögötte egy teljesítés. Tehát nem szabad úgy bemenni, hogy majd csak lesz valami, mert akkor szívromot is lehet kapni. Tehát minden felkészülés kérdése igazából. A rozmár a fonyódi télbúcsúsztató egyik programjaként úszott a Balatonban. A déli parti városban rendszeresek a főszezonon kívüli programok, nem véletlenül. Azt mindenki tudja, hogy a balatonparti településeket nyáron előzönlik a turisták, és a helyiek is akkor szívesebben jönnek ki, viszont nekünk az a célunk, hogy 4 évszakossá tegyük a Balatont, és 4 évszakossá tegyük Fonyód települését is, és e köré fűzzük a rendezvényeinket. A balatoni településeken egyre több a program télen és tavasszal is, valamint egyre több vendéglátós dönt úgy, hogy egész éven át nyitva tart. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden.
Varga Judit Dombováron lakossági fórumot tartott az igazságügyi miniszter. Választás 2022. 3 szavazólapon adhatjuk le a voksainkat április 3-án. Lakossági fórum Pakson. A fiatalok helyben tartása az egyik cél. Adózás. Közeledik a befizetés időpontja. Pénteken Zömében mérsékelt légmozgás ígérkezik. Szikrázó napsütés, felhőtlen égbolt lesz jellemző. Hűvös időre kell készülni, a maximum hőmérséklet 3-5 fokkal elmarad az évszakos átlagtól. Éjjel folytatódik a felhőtlen csillagfényes időjárás, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Ismét erősebb fagyra kell készülni, különösen a szélcsendes, fagyzugos területeken. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!